Sziasztok! Ez a Csányi Life, és eladtam a lakásunkat, ezt a Pesti Garzont. Nem vettem igénybe ingatlan közvetítő segítségét. Ennek a tapasztalatait szeretném megosztani veletek. Tartsatok velem! Hirdetést föladni ingyenes helyekre teljesen fölösleges, tehát vettem egy olyan csomagot, ami keményen fizetős, mind a hirdetés feladás, mind a képek, és azt a csomagot vásároltam meg, így kezdtem árusítását, árulását, vagy hirdetését a lakásnak, és az árat azt belőttük piaci ára, és hagyd szóljon. Hát természetesen 100 telefonból 80 az ingatlan közvetítő volt. Mindenféle trükkel akartak jönni, pedig mondtam, hogy nem szeretném igénybe venni őket. Oké. A maradék 20% az pedig érdeklődő volt. Próbáltam szűrni, csináltam egy listát, hogy azért mégis miket lehet kérdezni, miket kell kérdezni, hogy azért ingatlan turistákkal ne raboljuk itt egymás idejét. Próbáltam egy héten egy napra koncentrálni, amikor eljönnek megnézni a lakást, és akkor nyitott voltam, de így is nagyon sok fölösleges emberke jött. És hogy ne csinálj magadból hülyét, elmondok néhány tipikus megjelenési formát. A legvisszataszítóbb és legkirívóbb az volt, hogy lent találkoztunk, mert a kapucsengőt se tudta kezelni, hogy hogyan kell. Előtte tudtak fölcsöngetni, meg utána is, de ő nem. Jó, lementem, fölkísértem, és akkor már videótelefonnal, tehát a videót vett föl, vagy élőbe közvetítette, hogy jaj, ez a bejárat, és akkor most megyünk a lifthez, és akkor ez a lift, és akkor jövünk föl a liften. Igen, akkor bejöttünk, akkor körbenézhetek, meg nem nézhetek körbe, meg ja Istenem, és akkor közben mondta a anyukájának. Súlyos 10 milliókért árultuk, piaci áron nem alatta, és akkor a legnagyobb kérdés, hogy mennyi a közös költség? Hát ugye én csomagba fizetem, tehát amiben benne tudta, hogy itt éjjel-nappali portaszolgálat van, ugye nyilván azt nem pusziból csinálják, hanem pénzbe kerül, és ezeknek a költségei mind-mind benne vannak, a fűtés, a meleg víznek, a felmelegítési díja, ugye az őrzés, védelem vagy portaszolgálat, a takarítás, a szemétszállítás, a jóisten tudja, a felújítási alap, mitől minden benne van ebbe a csomagba, ugye? Aztán mondtam is neki, hogy hát igen, ez 25 ezer forint. Kész. Már nem is kellett a lakás, mert a közös költség, amiben nem tudja, hogy mi van benne, 25 ezer forint. Ez az egyik tipikus volt. A másik, aki eljött, és a mindenbe belekötött. Tehát, hogy látszott a képeken, hogy kicsi a hálófülke, és miért nincs rajta ajtó. Mert nem tettek rá, barátom, mert fényképeken látni, de ha akarod, teszel rá ajtót, ha megvásároltad. Útban van a radiátor. Mondom, ha megvásároltad, leszeded a radiátort. A klíma is milyen rossz helyen van, meg alig vártam, hogy elmenjen. Tehát az ilyen minek jön, mikor a fényképeken vagy tudja, hogy nincs rá pénze, vagy a fényképeken meg korrektül beleírtam, hogy hány négyzetméteres, ami a tulajdoni lapon van. Nem kormoltam, nem a dupláját írtam bele, nem a terasszal együtt írtam a négyzetmétert, hanem külön leírtam, hogy mennyi a lakás, plusz mennyi a terasz négyzetméteres. És mégis ez a vibráló.
akkor a harmadik. Ugye a mély garázsban meg lehet tárolni bicikliket, annak is, akinek nincs mély garázsi beállója. Lementünk, megmutattam. De hát nincs garázs hozzá. Nincs garázs hozzá. Hol fog ő parkolni? Hát utcán. Vagy vásárolsz belőle lehet. De hát ő parkol. És miért nincs garázs? És akkor, hát mert nincsen. Hát most mondom másodszorra. Tehát, hogy olyanokon rugóznak, ami nincs, és nem is árultam. És ezek borzasztó negatív kisugárzásúak. Még ha van is pénze, akkor se szívesen alkudok vele meg. A harmadik, a profi, olyan is volt, nem is egy. Ugye, az megjött, szétnézett, tadadadam, pupupupum, euróba egyit adok, kész. De valami szenzációsan alacsony árat mondott. Hát, mondom, a kevés lesz, ugyanis sokkal magasabb ajánlatot is már kaptam forintban, de mindegy. És utána nem hagyott békén SMS-sel. Tehát, hogy válaszolok meg, nem? Mert javasoltam neki, hogy mivel ennyire távol állunk egymástól elképzelésben, én leírtam neki, hogy igen, tudok engedni az árból körülbelül ennyit, de ő egy forintot vagy egy eurót nem emelt az ajánlati árod, és utána csak cseszegetett, hogy miért, meg így, meg milyen vagyok az SMS-ben, meg milyen, hát mondom, mit csináljunk? Hát felejtsük el egymást, töröljön ki, legyen kedves a telefonjából, és vegyünk jobbra, meg balra, mert nagyon kevés, amit ajánlott. Tehát. De ő így, meg úgy, meg amúgy, meg én megsértődtem, és akkor folytatta, és alig bírtam levakarni magamról. Úgyhogy érdekes emberekkel lehet találkozni. Sőt, olyan is jelentkezett, képzeljétek el, a tengeren túlról, ahogy a telefonszámából kivettem, hogy küld ide egy ingatlan közvetítőt, ő majd a ügyvédnél majd behívjuk WhatsAppon, vagy Facebookon, vagy nem tudom, hogyan, miért gondolta, és ő majd ott bólogat, és akkor én írjam alá a szerződést, hogy ő megveszi, bólogat, és akkor aláírom. Hát mondom, pénz beszél, ugye? Hát utaljad át, aztán majd, ha számlámon lesz, stb. De először az ügyvéd, és akkor majd az ingatlanos majd segít, meg ő bólogat. Hát mondom, gyermekem, nagyon rosszul képzeled ezt el, mert mondom, elmeséltem neki, hogy mondom, én, nekem tetszik New Yorkban egy ingatlan, és akkor fölhívom az ottan ingatlanost, hogy oké, írjuk a szerződést, én majd bólogatni fogok, és akkor aláírjátok, és a pénz az majd, ha arra járok, meg majd, ha úgy lesz, akkor majd. Tudod, jól itt nem érdekes, vagy minden Magyarországról rögtön rám iratjátok az ingatlan. Tehát tévedésben volt a figura, aztán neki állt természetesen feljebb, úgyhogy nekem kellett törölni minden elérhetőségét, mert utána már annyira föl vannak háborodva, hogy csúnya szavakat is használnak. Ja, hát dióhéjban ennyi azok, akik a viselkedésükkel, a ajánlatukkal, tehát hogy nem európai módon viselkedtek. Voltak nagyon aranyosak, tündériek, volt, aki már majdnem megvette, de a, mit tudom én, eljött a család, aztán megnézték, hogy ez kurva kicsi ez a lakás. Ez így van, mondom, meg kell nézni, mert ez nagyobb nem lesz, tehát ha valakinek megfelel, akkor jó, ha kicsi, akkor nagyobbat kell nézni. Na, szóval aranyosak is voltak, de amiket felsoroltam, ezek voltak a legvisszataszítóbbak, ha lehet így mondani, vagy a legirritálóbbak, akik így eljöttek ingatlan turistáskodni. Nem is lett belőle üzlet. A másik meg, aki üzenetekkel bombázott, hogy és akkor 50 kérdést föltett, és akkor válaszolgassam meg egyet, de hogy válaszolom, megmondom, hívjál föl, itt a telefonszámom,
nyugodtan, és akkor megbeszéljük egy huzamba. Ha lesz még valami kérdésed, akkor rögtön tudok rá válaszolni. Tehát fölösleges lett volna írni, mert a telefont sem emelte föl. Az ilyenekkel meg kár energiát beletenni, hogy te most jaj, precízen leírkálod, hogy hogy van, meg mint van, meg minek. Tehát aki nem veszi a fáradtságot, hogy fölvegye a telefont, azzal fölösleges kommunikálni. Azért jó pofa voltam, mert egy aranyos voltam, mert mindenkinek írtam. Hoppá! Megjött a segédmunkás, és segítenek pakolni, ugyanis eladtuk. Sziasztok!